Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerdlacsik Miklósnak hívnak. Kezdjünk is hozzá. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Mi baj van a világ alakulásával? Rossz irányba halad. Rossz irányba halad? Mit értünk ezen? Például etikátlan. Etikátlan? Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Szóval elnyomás van? Növekszik, vagy csökken az elnyomás? Növekszik. Aha. Csökken? Tehát vajon mi várható, hogyha ebbe az irányba halad tovább a világ? Mi várható? Szerintetek? Pusztulás. Nem? Ezt tudjátok, hogy Na mindegy, majd meglátjuk, jó? Tudod, hogy hogyan működik az ember? Jó lenne, az emberek tudnák, hogy hogyan működik az ember? Jobb lenne az emberi, jobbak lennének az emberi kapcsolatok, hogyha tudnák az emberek, hogyan működik az ember? Vajon az iskolákban tanítják ezeket? Nem? És jó lenne, hogyha az ember... Tehát személyesen te tudnád, hogy hogyan működik az ember? Tudod-e, hogy hogyan működik az élet? Tehát jó lenne vajon, hogyha az emberek tudnák, hogy hogyan működik az élet? Igen. És vajon az emberek tudják? Igen. Tudod-e, hogy mik a legfőbb alapelvek az életben? Tehát tudod, hogy az életben mindennek következménye van? Nincs ok okozat nélkül, és nincs okozatok nélkül. Tehát mindennek ok-okozati összefüggése van. Csak az emberek azt hiszik, hogy az élet az nem okokozati összefüggés, nem szerencse kérdése. Tudod, hogy mi az értelme az életednek? Személyesen. Te saját életednek. A legtöbb embernek fogalma nincs, hogy mi az értelme az életének. Sőt, illetve lehet, hogy van fogalma, csak tév fogalma van, téves fogalma van arról, hogy mi az életének az értelme. Tehát vajon egy embernek mi lehet itt a bolygón az életének az értelme? Fejlődés. Uh-huh. A fejlődés. És mit, milyen fejlődést gondolunk, tehát mit értünk fejlődésen? Mert az is fejlődés, hogy technikai fejlődés, nem? Lelki, szellemi. Vagy az is fejlődés, hogy tudom én, az ember növekszik. Igen. Az is. Igen. Vagy így, nem? Így is. Így is lehet fejlődni, nem csak így. Vagy például ez is fejlődhet, a pocak is. Jó, tehát vagy például lehet úgy is fejlődni, hogy azt gondolja az ember, hogy fejlődik, nem? Tehát mit tudom én, sokan azt gondolják, hogy ha van egy szakmája, akkor tanul még egyet, akkor már fejlődött. Tanul egy harmadikat, és akkor már milyen fejlett. Sőt, ugyanez érvényes a diplomákra is, nem? Tehát van, akinek vittem, lesz egy diplomája, akkor azt gondolja, hogy ő már milyen fejlett. Ha van kettő, akkor még már még fejlettebb. Ha három, akkor meg aztán útra fejlett. Nem? Hát sokan ezt gondolják.
Tehát ugye azt gondolják sokan, hogy ezek a fejlődés ismérvei. Hát az embernek ugye egy fejlődése van, majd fogok róla beszélni. Szerinted nem lenne könnyebb és boldogabb az életed, ha ezeket tudnád? Tehát ezeket a dolgokat, tehát hogy tudnád, hogyan működik az ember, az élet, ismerned a legfőbb alapelveket, mi az értelme az életednek, ez elég fontos lenne, nem? Na nézzük meg, mi mit is csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, tehát a tudás nem elég önmagába, kell gyakorlási lehetőség, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, az emberek és az élet jobbítására, és az ember életének az értelme a lelki fejlődés, tehát a lelki fejlődésre. Miért is csináljuk ezt? Azért csináljuk, hogy az emberek képesekké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. Hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Mit jelent az, hogy aranykor? Tehát ugye azt jelenteni, hogy az emberek társadalmi szinten képesek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Tehát nincs szükség az aranykorban központi irányításra. Mert mindenki képességeinek megfelelően teszi a dolgát. Nincs szükség pénzre, nincs szükség hatalomra, nincs szükség vagyonra. Ami azt jelenti, hogy lesz az embereknek vagyon, de az ne úgy képzeljétek, mint ahogy most van a vagyon. Tehát ma jelenleg a vagyon felhasználása a bolygón az körülbelül az, hogy egy mondjuk a bolygó 3%-ának nagyobb a vagyona, mint a bolygó 97%-ának. Tehát valahogy ez nem az ideális. Aránytalan egy kicsit, igen. Kicsit nagyon aránytalan. Azért csináljuk, mert csak a PPN-nál van egy helyen minden élethelyzetre tudás, módszer és megoldás. Ezért az aranykorba jutáshoz a PPH az egyetlen lehetőség. És ez tényleg egyetlen lehetőség. Tehát olyan szervezet bolygószinten nincs, amely például teljesen független, tehát politikai és vallási befolyástól, hatástól teljesen független lenne. És az embereknek nyilvánosan, nagyon elérhető áron az élet minden területére megoldást kínál, nyújt. Mert az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van a lelki fejlődés, hogy aranykor lehessen. Ha egy emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, vagy egy ember számára egyetlen lehetőség van, akkor vajon mi lehet a másik lehetőség? Mi lehet vajon a másik lehetőség? Egyértelmű, ha az embernek egy lehetősége van, akkor a másik lehetőség az mindig a halál. Tehát az emberiségnek egy lehetősége van. Vagy bejut az aranykorba, vagy elpusztul. Ez jó értelemben nézzétek ezt a dolgot, mert egy kisebb lélekszám is bejuthat az aranykorba. Tehát a kisebb lélekszám, jelenleg a bolygók csak nem vagy körülbelül 8 milliárd lakosú. Na most eleve a 8 milliárd ki van csukva, hogy bejusson az aranykorba. A legjobb esetben is mínusz 20%. Azt akárhogy nézzük, 88-64, tehát az azt jelenti, hogy 6,4 milliárd. Maximum annyi tudna bejutni. Na most, ebből a 6,4 milliárdból, tehát a 80%-ból megint kérdéses, hogy ki hajlandó fejlődni.
Mert ugyanis az aranykorba csak az juthat be, aki bizonyos fejlődési utat bejár. Majd mindjárt beszélek róla, hogy milyen fejlődési utat. Célunk mindenki lelki fejlődése, tehát az ember legfontosabb céljának kellene, hogy legyen a lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz, és az aranykor még mindig csak egy átmeneti időszak. Tehát az annyira nincsenek tehát annyira tájékozatlanak az emberek ebben a kérdésben, hogy valami hihetetlen. Tehát mondom még egyszer, tehát fel kellene fejlődni az aranykorba, tehát az aranykor lelki szintjére. Majd az aranykorban fel kellene fejlődni egy következő szintre, ez a következő szint pedig azt jelenti, hogy képes legyen az ember olyan fejlettségben működni, hogy ezt úgy szokták mondani, hogy bejusson Isten országába. Mert az aranykor az még nem Isten országa. Az még az olyan, mint egy háznak az előszoba. Tudod? Az még csak az előszoba. Attól még teljesen nincs benne az ember a házba, hogy az előszobába betette a lábát. Egy fontos teremtői üzenet, akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykort. Tehát az nem éli meg az aranykort. Tehát az aranykor csak egy átmeneti időszak, mondom még egyszer, arra, hogy egy magasabb szintű létformába bekerüljön az ember. Tehát még egyszer mondom, az aranykor csak egy átmeneti időszak, ahhoz egy előszoba, hogy egy magasabb szintű létformába kerülhessen az emberi lélek. Mert itt nem a testről van szó, a testünk az nem fog bekerülni egy magasabb szintű létformába. A lelkünk tud bekerülni egy magasabb szintű létformába. Ez a test, ez elég silány. Ami azt jelenti, hogy sérülékeny, betegségre, balesetre hajlamos, reaktív elmével rendelkezik, ami azt jelenti, hogy képes átvenni az ember fölött az irányítást maga a test, gondoljunk csak az egóra, és akkor még ugye részletesebben nem is beszéltem az ember működéséről, csak az egóról. Tehát gondoljunk csak végig, hogy a mondjuk te mennyire szereted a nagy egójú embereket. Jó, hát, na most, ami azt jelenti, hogy gondoljátok végig, hogy a nagy egójú embereket nem nagyon szívlelik a környezetükben lévők. Na most, ez azt is jelenti, hogy ugye az ego az a testhez kapcsolódó megnyilvánulás, ilyen külső megnyilvánulás. Tehát ugye amikor az ember egoistán nyilatkozik, vagy egoistán cselekszik, akkor az a testnek a megnyilvánulása. Tehát az nem a léleknek a megnyilvánulása, az a testé. És amikor az ember így megnyilvánul, tehát egóból megnyilvánul, akkor a környezet nem igazán veszi jó néven. Tehát mi itt vagyunk emberek ebben a földi létben. Nem tudom, tudod-e, hogy kerültünk ide? Jó, ti már tudjátok, akik nem ma kezdtétek az itteni képzést, tehát a Nyílt Akadémiánál van nálunk egy iskolánk, ezt úgy hívják, hogy Nyílt Akadémia, és a PPA hozta létre a Nyílt Akadémiát, a PPA-t meg én hoztam létre, tehát ez valahogy körülbelül így alakult ki, ez a kialakulás, ez 93-ban kezdődött,
És van nekünk egy nyílt akadémiánk, ahol rendszeresen tanulunk, havonta 30 órában, élőben minden szerdán és vasárnap, szerdánként 6 órai kezdettel, vasárnaponként pedig 15 órai, tehát 3 órai kezdéssel tanulunk, és ez 3 és 4 órát vesz igénybe minden alkalommal. Jó, természetesen szünet szokott lenni 2, de nem túl hosszú. Tehát lényeg az, hogy a képzéseink az kétféleképpen működnek. Van egy ilyen érdeklődést felkeltő, díjmentes. Hát végül is információkat tartalmazó képzés. Tehát olyan információkat tartalmaz, amit például mindjárt fogtok hallani. És utána pedig konkrét módszereket adunk át az embereknek. Tehát az élet és az ember működéséhez. Tehát nem elég, hogy az ember működését ismerjük, ismerni kell az élet működését is. Na most az azt jelenti, hogy mondjuk a nagy egész a világ működéséről szól. Jó, tehát ugye maga a képzés, amit nyújtunk, akármilyen hihetetlen, élethosszig tartó. Hát mondok ezzel kapcsolatban egy információt. Én képzéseket tartok 93 óta. Hány éve? 26. 26 éve tartok képzéseket embereknek. Az elsősorban vezető képzéseket tartottam embereknek, elsősorban 26 éve. Na most, például ami most indul téma, az teljesen új. Tehát ami valamivel több mint egy óra múlva indul, az olyan új, hogy még ebből soha életben nem tartottam képzést. Pedig 26 éve még nem volt olyan, hogy kétszer ugyanazt a képzést megtartsam. Jó, tehát ha azonos témában tartottam képzést, akkor is biztos, hogy valami, valahány százalékban, nem kis százalékban nem volt ugyanaz. És ez a téma, ami a következő egy hónapban lesz, ez egy teljesen új dolog, ami azt jelenti, hogy ilyen témában még nem tartottam képzést sose. Ez a hatékonyság coach képzés lesz. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító a mi értelmezésünkben. A coach, amikor dolgozik, képes valakiből kihozni a legjobbat és a legtöbbet. Ezt úgy csinálja, hogy kérdésekkel rávezet és átadja a megoldást. Tehát kérdésekkel rávezeti az embert és átadja a megoldást. No szóval, nézzünk akkor egy olyan dolgot, amit még szerintem nem beszéltem itt az első részben. Tehát tudjátok-e, hogy hogy kerültünk ide? Mármint nem ide a Árpád útra, hanem mondjuk erre a földi létbe, de hát inkább úgy mondom, hogy erre bolygóra. Hogy kerültünk ide? Tehát itt vagyunk mi emberek, ilyen szuper intelligensnek tartjuk magunkat, közben a szuper intelligenségünk az a békafeneke ahhoz képest, amilyen lehetne. Tehát tényleg a békafeneke ahhoz képest, amilyen lehetne. De ugye ez a szuper intelligenség, ez ebben a földi létben nem is tud létrejönni. Ugye miért nem tud létrejönni? Mert a 80 év, átlag 80 év, az kevés hozzá. De hát sokan azt gondolják, hogy ó, hát már megéltek 30-40 évet, és őknek már nincs mit tanulniuk. Mindent tudnak az életről. Na most akkor ugye, aki mindent tud, ahhoz fordulnék. Ha megnézzük, a világegyetemben vannak olyan értelmes lények, akik a tudást gyűjtik mondjuk 2 milliárd éve.
2 milliárd éve, nem 8 van éve, hanem 2 milliárd éve gyarapodik a tudásuk. Na most akkor onnantól kezdve ahhoz képest te hol tartasz a te 30-40 éveddel? Mert úgy kezdődik, hogy mi emberek eleve töröl tudattal születünk. Tehát nekünk hiába volt előző életünk, és számos vagy számtalan előző élet, mert körülbelül annyi volt, hogy meg se tudod számolni. Mégis nulla tudással születtünk, a törölt tudat azt eredményezte, hogy mindent kitöröltek, ha a lélekből mindent kitörölnek, akkor egy dolog marad, a feltétel nélküli szeretet. Ezért bármilyen csecsemőre ránézel, amelyik viszonylag normális pocaklakói kort megélt, azt a 9 hónapot, akkor azt látod, hogy az a csecsemő feltétel nélküli szeretettel rendelkezik. Tehát az biztos, hogy az benne van a gyerekben, a feltétel nélküli szeretet. Na ehhez képest felnő az a gyerek, és felnőtté válik, és olyan messze van a feltétel nélküli szeretettől, mint Makó Jeruzsálemtől. Na most, de hogy történik ez? Tehát eleve hogy kezdődik, tehát hogy van az, hogy miért törlik ki az emlékezetünket, az előző életi tudásokat. Tehát ugye a keresztény vallásokban olyan téves információ van, hogy a lélek akkor jött létre, amikor leszülettünk, akkor teremtette a jó Isten. Hát eleve ott kezdődik, hogy 1,5 millió éve nincs lélekteremtés. 1,5 millió éve. Akkor nem tudom, hogy lehet teremteni most. Mostanában valaki születik, akkor csak fogják, és teremtenek lelket. Na persze. Csupán csak 1,5 millió éve a világegyetemben nincs lélekteremtés. Na most, ha nincs 1,5 millió éve lélekteremtés, akkor hogy vannak itt a lelkek? Úgyhogy a lelkek azok már megvannak. A legöregebb lelkek a világegyetemben nem tudott kimondani számmal meghatározva, hogy mennyi idősek. Oké? Mondom, a legöregebb lelkek. Az emberi lelkek közt is vannak bőven milliárd év fölötti lelkek. Tehát ami azt jelenti, hogy milliárd évnél idősebb lelkek, milliárd évnél idősebb lelkek. Na most egyébként nem fontos ezt elhinni, csak gondold végig, hogy neked melyik a jobb, jó? Igaz, melyik a jobb? Neked melyik a jobb? Az, hogy te neked a lelkeket most hozták létre ebben az életedben, vagy az a jobb, hogy a te lelked legfiatalabbként is 1,5 millió éves. Melyik a jobb? Én inkább maradok az öreg léleknél, jó? A franc akar újszülött, franc akar új, na, újszülött lélek lenni. Na most, tehát, mivel ugye a világegyetemben nincs lélekteremtés, ezért ugye nem mondható az, hogy mi újszülött lelkek vagyunk. Akkor mit keresünk ezen a bolygón, ahol eléggé összevisszaság van? Mert rendnek nem nagyon lehet mondani, ami itt a bolygón van, nem? Hát itt az emberek, nem tudom én, bűnöznek, akkor lázadoznak, lustálkodnak, etikátlankodnak, amit el tudsz képzelni, minden van. Olyan nagy keszekuszaság van, hogy a világegyetemben még egyetlen egy civilizált bolygó nincs, amelyen ilyen kuszaság lenne, mint ami itt van. Ez nem vicc, ez komoly. Na mondom, a világegyetemben nincs még egy olyan bolygó, ahol ilyen kuszaság lenne, mint ahogy itt van.
Tehát rend, ami rendnek mondhatnánk, az nem nagyon van. Ugye van egy hatalmi elit, amely maga szája ízére, vagy maga elgondolására próbál valami rendet csinálni, vagy létrehozni, vagy akár tartani, de az nem az emberiségért van, hanem teljes egészében az emberiség ellen van. Tehát lényeg az, hogy ebben a világegyetemben egy lény tudott lelket létrehozni. Egyetlen egy. Senki több. És ez is csak úgy tudta létrehozni, hát ez csupa nagybetűvel, ezt nem így nevezném, hogy ez, inkább azt mondanám, hogy a, hát az ősisten, vagy a atyaisten, vagy a teremtő, talán ez a legjobb kifejezés, tehát az ősteremtő, az magából hozta létre a lelkeket. Tehát magát osztotta meg. Tehát önmagát osztotta meg. És önmagából jöttek létre a lelkek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt mindnyájan, hát testvérek vagyunk, sőt még talán közelebbi dolog, mert nem kettő, ugye egy testvér, egy emberi testvér, az kettő félből jön létre, tehát az apából meg az anyából. Mi egyből jöttünk létre. Tehát nem volt külön apa meg anya, de nem is volt nő vagy hím nem ebben a kérdésben. Ami annyit jelent, hogy mi gyakorlatilag sokkal közelebbi, tehát lélekszinten sokkal közelebbi rokonok vagyunk, mint mondjuk egy ikerpár. Oké? Ehhez képest nem túl jó viszonyban vannak az emberek egymáshoz. Hát persze, mert tudod mi van, oszd meg és uralkodj. Persze. Hát az emberek tudnák azt, hogy minden lélek az testvér, tehát minden emberi lélek az testvér, még akkor is, ha gonosz. Oké? Egy kicsit másként más lenne az emberek hozzáállása. Tehát itt vagyunk ezen a bolygón, mint lelkek. Hát benne vagyunk ebben a testben. Amiről beszéltem, hogy ez a test, hát eléggé, ugye a keresztény tanításokban olyan maflaság van, hogy a Jóisten a saját képására teremtette az embert. Aha, igen, akkor Jóisten 80 évig él átlagosan, mi? Hát király. Hát ki volt az a barom, aki ezt elhitte? Nem úgy kitalálta, aki ezt elhiszi. Mondom, gondold végig, hát saját képmására teremti, akkor mi nem 80 évet élnénk. Tehát ezen a bolygón hozzánk hasonló lények, értelmes lények, itt már éltek több ezer évig egy testben. Több ezer évig. Most ehhez képest most a kis átlag 80 évünk elmehetünk a fenébe. Jó? Na most akkor, hát eleve ott kezdődik, hogyha a Jóisten létrehoz egy embert, egy értelmes lényt, amit lélekkel tölt meg, akkor a saját képmására csinálja, akkor egy kicsit hosszabb életűre csinálja magát a testet is. Jó? Tehát ott kezdődik a dolog, hogy ezt a testet nem Jóisten hozta létre. Jó? Tehát testet, anyagot simán lehet teremteni azoknak a lényeknek, akiknek van hozzá tudásuk. Na most nekünk azért nincs hozzá tudásunk, hogy hogy kell anyagot létrehozni energiából, mert nem értél eleget, hogy ezt megtanuld. Oké? És nem is fogsz eleget élni, hogy megtanuld. Ez egy kicsit hosszabb lélegzetű dolog. Jó? Tehát
ott kezdődik a dolog, hogy anyagot, tehát egy nagyobb tudású, értelmes lény képes előállítani, és egy ember szabású, vagy ember kinézetű lényt is, hát lassan már ott tartunk, hogy már az ember is képes. Hát nem mi, hanem a tudósok. Lelket senki nem képes, de testet igen. Hát ugye hallottatok már olyanról, hogy klónozás, nem? Tehát emberi testet simán létre lehet hozni. Na most gondolj bele, hogyha emberi testet most létrehoznak, mondjuk klónoznak egy emberi testet, akkor az Isten hozta létre. Ugye ezt nem gondolja senki se komolyan. Tehát ezt a testet, amiben vagyunk, ezt kikérem magamnak, hogy a jó Isten hozta létre. Mondom, kikérem magamnak. Tehát ez a test, ez direkt úgy lett létrehozva, ami teljesen egyedülálló az értelmes lények közt a világegyetemben, hogy idomítható legyen. Tehát ez az első olyan értelmes lény, maga ez az ember, ami most van, amely idomítható. Eddig ilyen fajta lény, értelmes lény nem volt. Hát mióta van ez a fajta értelmes lény? Hát nem olyan régen, 4500 éve indult el. Tehát 4500 évvel ezelőtt hoztak létre olyan fajt, amit úgy hívnak, hogy Homo sapiens, félelemben lévő értelmes lény, Homo sapiens, félelemben lévő ember, mindegy. 4500 év óta létezik ez a fajta ember, tehát volt hasonló ember, tehát például Ádám 900 évet élt, több mint 900 évet. Na most... akkor az nem az az ember volt, mint mi. Világos? Mert jelenleg a bolygón nincs, nem létezik olyan ember, amelyik mondjuk 200 évet is képes élni. Nem kell, hogy 900-at. Még 200-at sem. Tehát itt vagyunk mi emberek, és benne vagyunk ebben a testben, ami kifejezetten egy olyan test, hogy ilyen kettős működésű. Ha rossz állapotú, akkor úgy működik, mint egy állat, olyan elven. Ha jó állapotú, akkor meg úgy működik, mint egy Isten. Hát az Istenek nem idomíthatók, az állatok pedig idomíthatók. És az ember az bizonyíték arra, hogy állati géneket is tartalmaz, hogy szőrösek vagyunk. Hát az emlősök is szőrösek, ha megnézed, az emlős állatok. Tehát az állati gének miatt vagyunk idomíthatóak. Az azt jelenti, hogy rossz állapotban egy ember ilyen ösztönszerű, gondolkodásmentes létformát mutat kifele. Ha viszont jó állapotban van, jó hangulatú, akkor képes teremtésre. Képes fejlődni. Képes tanulni. Egy rossz állapotú ember nem képes a fejlődésre. Jó? Ezt írjátok le, mert ez nagyon fontos. Tehát egy rossz állapotú ember nem képes fejlődésre. Tehát ami azt jelenti, hogy tanulhat 7 nappal átéve, egy rossz állapotú ember nem fog fejlődni. Tehát egy ember fejlődni akar, akkor el kell érni azt, hogy minél többet legyen jó állapotban. És a fejlődés az csak jó állapotban fog megmutatkozni, és rossz állapotban nem.
Tehát egy ember, ha rossz állapotba kerül, akkor sokkal jobban hasonlít működésben egy állathoz, hát mint egy Istenhez. Ugye miért hasonlítunk az Istenhez? Nagyon egyszerű, mert olyan lélek van bennünk, mint az Istenben. Mert az Isten megosztotta önmagát, és az a lélek került ebbe a testbe, amit megnézel a tükörben és látsz. Jó, tehát most képzeld el, hogyha egy olyan lélek létezett sok-sok évmilliárdon keresztül, amely képes volt arra, hogy megossza önmagát, és minden teremtett dolog tartalmazza az ő energiáját, minden. Tehát nincs olyan anyag, ami ne tartalmazna az ő energiáját. Onnantól kezdve gondolj bele, hogy az milyen tudással és milyen intelligenciával rendelkezett. Illetve rendelkezik, mert ugye az a lény ma is van, csak már nem tudja a lelkeket létrehozni, de az anyagot még mindig. Mert az anyag csak egyszerűen az energiából hozza létre. Tehát ő, mint energialény, a világegyetemben, mint energia, jelen van mindenhol és mindenben. Oké? Tehát még mai napig is, ha anyagot hoznak létre az értelmes lények, akkor azt belőle hozzák létre. Oké? Tehát mi emberek rendelkezünk egy olyan lélekkel, ami azonos a teremtővel. Ezért, hogyha úgy működtünk volna, hogy végig használtuk volna, vagy lehetőségünk lett volna használni végig a tudást, és nem lettek volna törlések a tudásunkban, akkor most nem ezen a tudás szinten működnél, hanem képes lennél az anyag teremtésére. Tehát az anyag úgy teremtődik, hogy gondolati energiával, tehát a gondolattal az energia össze van sűrűsítve, és anyaggá válik. Tehát itt vagyunk mi emberek, van bennünk egy nagyon különleges dolog, amit léleknek nevezünk, ami tényleg különleges, mert úgy működik, tehát nem úgy működik, mint egy számítógép, mert a számítógépben mondjuk van egy Winchester, és az a Winchester megtelik, akkor utána már egy bájtnyi adatot sem tudsz belevinni. Na most a lélek az nem tud megtelni információval. Ami azt jelenti, hogy bármekkora információ befogadására és tárolására képes, nyilván nem egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosság elve alapján. Tehát ez azt jelenti, hogy minél több a tudása, annál több tudás befogadására képes. Igaz? Tehát annál több tudás befogadására képes. Szemben az emberi gyarló gondolkodással, ahol azt gondolják az emberek, hogy hát sokkal könnyebben tanul egy gyerek, mint egy felnőtt. Mondom még egyszer, minél több tudása van egy léleknek, annál gyorsabb tudás befogadására és annál nagyobb mennyiségű tudás befogadására képes.
Ez a léleknek egy tulajdonsága. Hát persze, ha valaki, képzeld el, idősödik, és romlik a hangulata, hát akkor ne csodálkozzon, hogy nem tud tudást befogadni. Hát ugye az imént említettem, hogy aki rossz állapotban van, az nem képes a fejlődésre. Az legfeljebb csak a testi fejlődésre képes. A lelki fejlődésre, a szellemi fejlődésre nem képes. Magamról egy-két gondolat, majd mindjárt folytatom a témát. Én kaptam egy küldetést. Én azért születtem le erre a bolygóra, hogy átadjam azt a tudást, amit rajtam keresztül közvetítenek. Ehhez kaptam, hogy ezt meg lehessen csinálni, képességeket. Például olyan képességet, hogy tudom én, olvasok valamilyen információt és kapok hozzá információkat. Vagy mondjuk van egy hamis információ valamilyen anyagban, akkor súgnak, hogy ez a rész ez hamis. Vagy például olyan információt tanulmányozok, ami a legtöbb ember számára nem lenne érthető, akkor segítenek fentről, hogy érthető formában tudjam átadni az emberek számára. Akkor ugye fölteltek kérdéseket, és kapok választ. Például a múltról, jövőről. Oké? Okay. Tehát ugye én kapok segítséget ahhoz, hogy átadjam az információt számotokra. Ami ahhoz kell, hogy képesek legyetek a fejlődésre. Tehát kaptam egy küldetést, a küldetés megvalósításához kaptam képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse. Tehát az embernek ez lenne a dolga, hogy lelki fejlődés, és a mai embernek az lenne a dolga, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse. Oly módon, hogy közvetlen forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amely által képessé válnak az aranykorba bejutni. Az a szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek megvalósításához kaptam egyedülállóan, illetve egyedülálló különleges képességeket. Ennek a küldetésnek én mindent alárendeltem. Na nézzük, ugye az embernek mi a legfőbb feladata ezen a bolygón. És ez nem a test feladata, ez a lélek feladata. Van 7 lelki szint. Csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a 6. lelki szintre felfejlődik. Tehát ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha az embernek van saját szervezésű csapata. Tehát saját szervezésű csapat nélkül lehetetlen feljutni a 6. lelki szintre. Nincs lehetőség. Csak akkor. Ha a 6. lelki szintre felkerülnek az emberek, akkor kerülhetnek be az aranykorba. Aki ezt nem valósítja meg, azt kivonják az élők sorából, berakják létközi állapotba, és addig, ameddig nincs lehetőség, hogy újra szülessen, már pedig ezen a bolygón nem lesz lehetőség, addig létközi állapotban marad. Erre a felkészülés már elindult a bolygón. Felkészítés elindult a bolygón. A létközi állapot az egy virtuális valóság. Az emberek lelkét készítik föl a virtuális valóságra.
Mivel? Ezzel a virtuális játékokkal, tudod, hogy fölrakják a fejükre, de a szemük elé, és akkor olyan, mintha benne lennének abban a virtuális térben, lennének abban a játékban. És azt gondolja, azt látja, hogy mintha a valóságban lenne. Tehát erre az emberiséget készítik föl. Jó, tehát az azt jelenti, hogy egyre többen használnak ilyen eszközt. Oké? Én nem. Nem is tudok ilyet használni. Én még a 3D-t sem. Tehát nem hat rám a 3D. Hát a 3D az, az nekem olyan, mint a 2D. Úgyhogy ennyi. Nem sok ilyen ember van, aki a 3D az, az nem hat rá. Tehát nekem olyan, mint a sima film. Semmi különbség nincs a 2D meg a 3D között. Tehát lényeg az, hogy az aranykorban küldetés szintjén elindul az ember, és fel kell jutni a beteljesülés szintjére. És ha beteljesülés szintjét eléri, le van írva egyébként, hogy mi melyik, de erről most részletesen itt nem fogok beszélni természetesen. Ha beteljesülés szintjére feljut az ember majd az aranykorban, de ezt tudod, hogy lehet megcsinálni, csak teljes együttműködése. Tehát ameddig az ember etikátlankodik, ameddig az ember nem tud szeretetben együttműködni másokkal, addig nincs beteljesülés. Jó? Tehát a beteljesülés szintjét elérve kikerülhet az ember ebből a testi létformából, amit embernek neveznek, és onnantól kezdve szabadon választható módon kiválaszthatja a saját testét, felnőtt testét, amit akkor tesz le, amikor akar, és utána akkor lép vissza, amikor akar. Mert a lélek úgy működik, hogy kibe járni tudna a testbe, csak ez a test úgy van megkonstruálva, hogy ne szerezzen tudást arról, hogy ezt hogy kell megcsinálni, és ne tudjon ezáltal kibejárnia ebbe a testbe. És mert ha a lélek kibejárna ebbe a testbe, akkor te egyik pillanatról a másikra, mint lélek, ott tudnál teremni, ahol akarsz. Nyilván jelenleg a bolygón nézve, a bolygó felületét nézve, meg a bolygón belül természetesen. Tehát egy léleknek nincs olyan, hogy hideg, meleg, hőség, vagy megfullad, nem kell levegő. Na most ott fölraktam kint egy képet. Nem tudom, láttátok-e. Egy új kép, egy új festmény. Ezt nekem küldték, ott van kint az a festmény. Jó, majd megnézitek, egy új festmény. Nem nagyon fogjátok érteni, de most elmagyarázom azt a festményt, jó? Tehát így ránézésre nem értitek, de ha elmagyarázom, akkor már értitek. Tehát minden bolygónak, tehát minden teremtett dologban, ugye említettem, minden anyagban, ott van a teremtői energia. És a nagyobb dolgokban, azért, hogy ne véletlenül működjenek a dolgok, benne van egy értelmes energia, egy értelmes lény. Például a napunkban is. Nem véletlenül tanították régen a napkirályt.
A napkirály az egy olyan lény volt, amely a napból jött ide a földre. Oké? Mint lélek, tehát nem mint test, mint lélek. Tehát a napban is van egy olyan lélek, vannak is erről filmek egyébként. Tehát van, akik erről tudnak, erről az információról, és ez van ott megfestve. Tehát az a napkirály, és a napból jött. Oké? Tehát, és ez a napkirály, ez most is időnként lejön a földre. Jó? Én beszéltem olyan személlyel, akinek megnyilvánult. Fénygömb. Tehát fénygömb formájában. Tehát nem véletlenül ugye mondják a fénylényekről, amikor beszélnek, tudod? Tehát a fénylény, tehát benned is egy fénylény van, a lélek is egy fénylény. Oké? Így van. No, szóval mindegy, ennyit erről egyelőre, és ugye az lenne a küldetése az embernek, hogy felfejlődjön arra a lelki szintre, hogy egy átmeneti időszakot képezzünk, amit úgy hívnak, hogy aranykor, hogy képesek legyünk visszatérni abba a létformába, amiből jöttünk. Jó, tehát egy sokkal fejlettebb létformába, ahol az anyag, a test az ugyan mulandó, csak nem olyan gyorsan, mint itt. Viszont a lélek az folyamatos tudással tud rendelkezni, és nincs tudástörlés. Tehát nincs tudástörlés, és nincs, hát a tudásnak nincs korlátja. Tehát nincs korlátja. Természetesen olyat nem tudsz megcsinálni majd, hogy hirtelen mindent tudni akarsz. Fokozatosság elvét azt mindig be kell majd tartani. Tehát most is, hogyha túl sok tudást zúdítunk rád, akkor összezavarodsz. Jó, tehát az embernek, az emberi léleknek, tehát a lelkünknek, ugye az lenne a küldetése, hogy a világ végezetéig, ami nem lesz sose, fejlődjön. Mondod végig. Hát most mit tudom, a világ végezete majd akkor lesz, amit számszakilag ki sem tudsz fejezni években. Akkor képzeld el az alatt, mennyi tudást lehet fölhalmozni, hogyha nincs tudástörlés. Ugye miért lehet tudástörlés? Miért van tudástörlés? Nagyon egyszerű a dolog. Tehát ezt a testet létrehozták azért, hogy rabszolga vagy szolga legyen. Mindegy, hogy az fehér, vagy barna, vagy sárga, vagy fekete, az arra lett létrehozva, hogy szolgaként működjön. Ezek közül a legszolgább szolga, nem akarom őket bántani, csak jó, ha ők is tudják, a fekete. A fekete szín. És a legkevésbé szolga a fehér bőrű szín. És létrehoztak minket szolgának, hogy szolgáljunk egy hatalmat, ami akkor volt a bolygón. De az a hatalom már nincs a bolygón, mert volt egy hatalomváltás, egy nem békés hatalomváltás. És az előző
hatalmi lények, akik létrehozták az embert, ennek egy kis csoportja lemenekült a bolygóba. A bolygóba. És ők jelenleg is a bolygóban vannak, és a bolygó bolygót vissza akarják szerezni. És ezt úgy akarják visszaszerezni, hogy az emberiség segítségével. Ezt úgy akarják visszaszerezni, hogy a hatalmi elit szolgálatba van állítva, az ő szolgálatukba van állítva a hatalmi elit. Bárcsak a hatalmi elit ezt tudná, hogy, hogy ők szolgálják igazán a földben lévő előző hatalmi réteget, és tehát mit érdemes tudni az előző, tehát a föld előző urairól? A föld előző urai nem magas rezgésű lények voltak, hanem alacsony rezgésű lények. És ugye ez úgy működik, hogy minél magasabb rezgésű egy lény, annál több szeretettel rendelkezik. Minél alacsonyabb a rezgése, annál kevesebb a szeretet energiája. Ezt látjátok nagyon jól az embereknél is. Minél jobb állapotú egy ember, annál nagyobb a szeretet rezgése, a szeretet kimutatása. És a szeretet fogadása is. Minél rosszabb állapotú egy emberi lény, annál kevésbé tudja a szeretetet kimutatni, fogadni. Tehát egy alacsony rezgésű lények nem igazán szeretet alapon működnek. Az alacsony rezgésű lények nem jó indulatúak. Tehát nem jó indulatúak. És nekünk az a dolgunk, hogy magas rezgést érjünk el. De ők azt szeretnék, hogy alacsony rezgésűek legyünk. Mert ha alacsony rezgésű a bolygó, akkor belülről tudják felbomlasztani a magas rezgésű lények uralmát. Mert ebben a galaxisban most a magas rezgésű lények vannak uralmon. És az alacsony rezgésű lények, pedig ugye van egy mondás, hogy bomlasztani belülről kell valamit. A legkönnyebb fölbomlasztani valamit belülről. És ugye ők azt szeretnék, hogy az emberiség az ő szolgálatukban legyen, az alacsony rezgésűek szolgálatában. Ezért mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az emberek alacsony rezgésűek legyenek, tehát rossz állapotúak legyenek. Nem hiszed? Nézz körül. De nekünk embereknek ezt tudni kell, hogy ez így van, és nekünk az a dolgunk, hogy magas rezgésűek legyünk, mert magas rezgés alapon működik a szeretet. És ha a bolygó magas rezgésűvé válna az emberiség miatt, mert hogy az emberiség magas rezgésűvé válna, akkor ők elhagynák a bolygót, mert nem bírnák ezt a légkört. Na most, ezek a lények, megnézheted, minél alacsonyabb rezgésű egy emberi lény, annál fázósabb. Az azt jelenti, hogy ők fázósak, mert alacsony rezgésűek. És nem tudom, észreveszed-e vajon, hogy melegszik a bolygó.
bolygószintű melegedés történik. Nem véletlenül, mert nekik az a céljuk, hogy ne fázzanak. Tehát a Földben ott nincs hideg, ahol ők most lakoznak. Tehát nem véletlenül ugye az összes vallásban megjelenik a pokol, mint hely. És a pokolt mindenütt a Föld alatt ábrázolják. És tűz közelébe ábrázolják, így van. Pokoltűznek, így van. Tehát ugye ez nem véletlen, tehát itt ez a bolygón nincs semmi véletlenül. Ami azt jelenti, hogy nekik van egy másik szándékuk, minél több lelket megszerezni a fenti világból. Tehát a fenti világ az azt jelenti, hogy nekünk a lelkünk a fenti világból, a magas rezgésű világból származik. Ugye onnan jöttünk ide a bolygóra. És mivel nincs lélekteremtés, és ők sem tudnak lelket teremteni, ezért az emberi testben lévő lelkeket akarják megszerezni. Hogy minél többen legyenek, természetesen. Testet ugye nem gond létrehozni, de lelket kell rakni a testben, mert különben nem raknak lelket a testbe, akkor az egy állat. Az nem értelmes lény. És ugye minél több lelket megszereznek, annál több lélekenergiával rendelkeznek, és annál nagyobb hatalomra tudnak szert tenni. Ugyanis a világegyetemben a háborúk elsősorban nem fegyverrel vívott háború, hanem mentális energiával vívott háború. Az azt jelenti, hogy a nagyobb, erősebb mentális energiájú lények leuralják a gyengébb mentális energiájú lényeket. Világos ez? És minél több lelket megszereznek a bolygóról az emberek közül, ugye annál erősebbek lesznek. És ugye mivel veszik meg a lelkeket, tehát mivel szerzik meg a lelkeket, hát most már kimondtam, megveszik az anyaggal, veszik meg a lelkeket. Tehát minél anyagiasabb egy ember, annál könnyebben, szó szerint megvehető az alsó lények számára. No szóval, van dolgunk, nem kevés. Egyébként, ami történik a bolygón, az már érdekes módon, ez hasonló, már megtörtént, nem azonos, már megtörtént a világegyetem egy másik részén, tehát egy másik univerzumban. És mert ugye, ahogy tehát maga a bolygónk, nem tudom mennyire tudjátok, a térben, tehát a világegyetem terében egy viszonylag külső bolygó. Tehát külső. Ez azt jelenti, hogy nem régen, nem olyan régen hozták létre ezt a bolygót. Hát itt simán évmilliárdokról beszélhetünk, nem egy régi keletű dolog. Tehát ezt még simán ki lehet mondani, ezeket a milliárdokat, amilyen idős a bolygónk. Persze azóta van kifelé terjeszkedés, de ez nem egy régi bolygó. És ezt a nem egy régi bolygót, ezt kifejezetten arra hozták létre, hogy létrehozzanak egy fejlődési utat a lelkek számára. De valahogy nem úgy sült el a kísérlet, ahogy
kellett volna, ezért annak idején, ezt tudták is, hogy nem úgy fog elsülni, az univerzum két felén hoztak létre egy-egy ilyen kísérletet. És ez az egy-egy kísérlet az egyik helyen már befejeződött. Tehát ott már bejutottak az aranykorba azok a lények, akik ebben a kísérletben részt vettek. Mi még nem jutottunk be az aranykorba. De mindenféleképpen be kell jutnunk az aranykorba, mert ha ez az emberiség nem jut be az aranykorba, nyilván nem az egész emberiségről van szó, akkor nincs más választásuk a galaxis jelenlegi urainak, mint az, hogy felrobbantsák ezt a bolygót. Tehát szétrobbantsák. Na akkor akar túlélni ebben a testben, jó? És ez a felrobbantás, ez nem soká lenne. 2035. Az azért nem olyan messze van. És addig létre kell hozni az aranykort. Ezen a bolygón. Hova esett? Hátul. Jaló, köszönöm. Mondom, valami lepottya. Tehát addig létre kell hozni az aranykort. Most esetleg? Most? Köszönöm. Tehát létre kell hozni az aranykort. Tehát elég fontos dolgunk van, hogy az embereket jó rezgésűvé tegyük. De a jó rezgést csak tudással lehet elérni, és csapattal. Fejlődni, hogy hogy lehet, erről majd még beszélek a második részben, de itt az első részt úgy látom, be kell fejeznem. Ha bármi kérdésed merült volna fel az elhangzott előadással kapcsolatban, akkor keresd a weboldalon a válaszokat. Ha nem találsz a weboldalunkon válaszokat, akkor keresd a vezetőd elérhetőségét, vagy az ajánlód elérhetőségét, és beszélj az ajánlóddal, vagy a vezetőddel. Ha esetleg ő sem tud választ adni, akkor keresd az igazgatódat. Jó? Hogy tudod az elérhetőségüket megkapni, ha esetleg valamit nem tudsz? Az irodánkat fölkeresed, és megkapod a választ. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban még mondani, hogy itt volt egy olyan, emlékeztek? Erre. Akik nyitottak a szellemi, lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, azt kivonják a forgalomból. Az nem éli meg az aranykort. Tessék körülnézni az ismeretségi körben, jó? És meg fogod látni azt, hogy rengeteg olyan halálozás történik mostanában, hogy embereket így idő előtt kivonnak a forgalomba. Tehát idő előtt meghal. Nem idős, nyoma se volt, hogy ő el fog halálozni, és hogy, mit tudom, ilyen rövidebb, hosszabb, nem túl hosszú betegeskedés, és elmegy, vagy még az sincs, betegeskedés sincs, lefekszik és nem kell föl. Vagy éppen mondjuk éppen telefonál, és telefonálás közben meghal. Tehát olyan hirtelen halálok vannak, ami soha nem volt jellemző. Ez azt jelenti, hogy fogják, akinek esélye sincs, hogy fejlődjön, ezt fogják és már vonják is ki a forgalomba. Tehát ami azt jelenti, hogy az embernek egy kicsit
oda kellene figyelni magára, hogy nekem az a dolgom és neked és mindnyájunknak az a dolgunk, hogy minél jobban fejlődjünk, és minél több ember fejlődését elősegítsük. Aki ezt nem teszi, az magára vessen. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, további jó tanulást kívánok, 20 perc szünet után hatékonyság coachképzés kezdődik. További szép estét, sziasztok!